Két város történetében fontos pillanat, ez azért ritkaság egyébként ebben a műfajban, hiszen mindig vannak olyan fejlesztések, amelyek város történeti jelentőséggel bírnak. Ilyen egy szennyvízberuházás is, 3,5 milliárd forinttal Magyarországon az egyik legnagyobb projekt, de az, hogy két települést érint, az egészen egyedülálló. És én gratulálok Kunhegyesnek és a Bátszalóknak ahhoz, hogy összetudott fogni a lakosság, megteremtették ennek a beruházásnak a feltételeit. Elhangzott már több alkalommal, hogy Kunhegyes milyen eredményesen pályázott az elmúlt években, milyen fejlesztések valósultak meg. Tény és való, Kunhegyes az egyik leggyorsabban fejlődő város az Alföldön, és ebben a kiváló városvezetésnek, a lakosság összefogásának és az átgondolt koncepcióknak is rendkívül nagy jelentősége van. Az elmúlt években megszépült a város, felújították a központ térburkolatát, a római katolikus és a református templomot, a művelődési házat, parkokat alakítottak ki, korszerű gazdapiac épült, sportcsarnok és termálfürdő felújítás, illetve építkezés történt meg, és folyamatosak a beruházások. Ez azért is lényeges, mert akkor tudunk megmaradni itt vidéken, a városokban és a falvakban, hogyha olyan életszínvonal, olyan életkörülmények vannak, amelyek máshol is az ország más tájén, Budapesten, az agglomerációban már természetesek. És ez létkérdés az, hogy a környezetet is védjük, és olyan csatornázás legyen, olyan vízelvezetés legyen, olyan infrastruktúra legyen, amely a 21. század színvonalának megfelel. Ezért is példaértékű ez a beruházás. És akkor tudunk csak munkahelyeket megtartani és teremteni, hogyha a települések kiépítettsége ennek megfelelő szintű, akkor jönnek ide vállalkozások, akkor tudnak fejlődni a helyi vállalkozások, hogyha olyan körülményeket találnak, amelyek versenyképessé teszik őket más településekkel, a más településeken dolgozó cégekkel, vállalkozásokkal. Az pedig különösen fontos, hogy óvjuk a környezetet, védjük annak tisztaságát, hiszen a mezőgazdasági termelés szempontjából, de a turizmus szempontjából is ez kiemelten fontos, és gondolnunk kell a következő nemzedékekre. Ne kerüljön a talajba olyan szennyezés, amelynek ott semmi helye sincsen. Tisztelt hölgyeim és uraim! Elhangzott az, hogy mintegy 3,5 milliárd forintos ez a beruházás, tényleg ez egy rendkívül nagy összeg. De nagyon fontos az is, hogy 2,8 milliárd forint az, amit sikerült megnyerni, állami támogatás és Európai Uniós támogatás, az uniós támogatás is a mi pénzünk, hiszen mi is az Európai Unió tagjai vagyunk, de kiemelendő az, hogy 600 millió forintot sikerült összegyűjteni a lakosságtól, egy olyan önrészt, amely nélkül ez a beruházás nem valósulhatott volna meg. Nehéz körülmények között sikerült ezt az erőt felvonultatni, de én rendkívül fontosnak tartom, hogy magunkénak érezzük ezt a beruházást, önök magukénak érzik, sajátjuknak tekintik, és hozzájárulnak. És én bízom benne, hogy mindenki élvezi ennek az előnyeit, hiszen, ahogy említettem, komfortosabbá válik az élet, és tisztábbá a környezetünk. 13 ezer lakót érint ez a hatalmas munka. Én bízom benne, hogy eredményes lesz a kivitelezés, és aztán a közterület is megszépülve fogadja majd az ide érkezőket. Tekinthetik meg az itt élők a városokban azt, hogy milyen szép munkát végeztek a kivitelezők. Tisztelt hölgyeim és uraim, én szeretnék gratulálni ez a projekthez mindenkinek. A lakosoknak, akik részt vesznek benne, a projekt előkészítőinek, a kivitelezőknek, Szabó András és Kovács Mihály polgármester uraknak, az önkormányzatoknak, amelyek támogatják az ő munkájukat, és kívánom azt, hogy még sok ilyen alkalomnak lehessünk a részesei. Jó munkát kívánok! Köszönöm szépen!